Kedd, október 22. Jézus nem sokára eljön, ezért legyetek készen ti is. Azután mondta nekik, bizony mondom nektek, hogy vannak némelyek az itt állók között, akik nem kóstolják addig halált, amíg meg nem látják, hogy az Isten országa eljött hatalommal. Márka evangéliumának 9. fejezetének az első verse. Nagyon sok embert joggal rémít meg mindaz, ami a bolgónkon történik. Honnan tudhatjuk, hogy Krisztus hamarosan eljön, hogy azt megígérte? Vannak-e jelek, amelyek a föld zaklató történelmek végét vetítik elő? Jézus megígérte, visszatér, hogy magához vegye hűségeseit. Máté evangéliumnak 24. fejezetében, mint ahogy máshol is, szó van eljövetelnek jeleiről. A bibliai jövendőlések végigkísérik történelmünket. Az utolsó időbeli támpont az 1844-es év, amelyen lezárult a leghosszabb proficai időszak. A Biblia az azt követő periódust a vég idejének nevezi. Jézus bármikor eljöhet, visszajötte, közel van. A Szentírás nem beszél az eljövetel pontos idejéről, viszont megmutatja az azt megelőző eseményeket. Dániel és a Jelenések könyve tisztán beszél mindarról, ami be fog következni. Szeretnétek megismerni a föld jövőjét? Tanulmányozzatok a Jelenések könyvét, tanulmányozzátok a Bibliát. Elsősorban ki kell jelentenünk, hogy a Biblia nem határoz meg időpontokat. Máté 24. fejezet 36. versében olvassuk. Arról a napról és óráról pedig senki nem tud, az ég angyalai sem, hanem csak az én atyám egyedül. Jézus eljön angyal sereg kíséretében, nagy dicsőségben. Lehet, hogy egyesek közünk nem fogják megízelni a halált, és őket életben találja az Úr eljövetele, éppen ezért minden pillanatban készen kell lennünk. Az emberek nem fognak egyetérteni, nem fogják tisztelni és szeretni egymást. A gonosz és elengedhetetlen lelkület, a kapzsiság, a büszkeség és a gőg, a pénz szeretete, a kegyesség hiánya, a pletykálkodás, a szemtelen magatartás fogja többek között jellemezni a vég idején élő embereket. Isten gyermekei azonban a hűségesek maradnak az elveikhez, még a körülöttük zajló gonoszságok ellenére is. A földre hatalmas megpróbáltatások várnak, de csak azok fognak kitartani, akik bíznak Istenben, és ismerik, élik a Biblia tanításait. Segítsen Isten, hogy az előttünk álló napokban szilárdan megálljunk a hitben. A mai hitad szerzője Mariana Viásu, orvos. Egy áldott napot kívánok!